játszani a Fradi pályán, az öngyilkosság. Nagyon nehéz futballozni a Fradi pályán és a Fradi ellen, tehát nagyon agresszívan és folyamatosan letámadtak minket. Igazából nem tudtunk pontosan és gyorsan passzolni. Egy kicsit a védekezésünkben azért voltak hibák, a feléveléseket nehezebben tudtuk kontrollálni. Jó játszott helyenként a Ferencváros, mi nem tudtunk azért olyan kontrákat vezetni, amit azért számoltunk. Talán az utolsó 4 óra 20 percben tudtunk két olyan kontrát vezetni, amivel gólt tudtunk volna elérni. Kibrusztoltuk ezt az egy pontot, nagyon jól védekeztünk, habár a Fradinak is volt helyzete, de úgy érzem, hogy az egy pontot azt megérdemelt. Das hat jeder gesehen, dass wir nach drei Spielen in der schönen Woche immer noch die Kraft hatten, auch gefühlte 80-85% Ballbesitz zu haben. Wir haben, glaube ich, ganz vernünftig gespielt, aber Fußballspiele werden nur mal durch Tore entschieden. Hát azt mindenki látta, hogy gyakorlatilag három nehéz mérkőzés után itt ezen a héten körülbelül 80-85%-ban birtokoltuk a labdát. Egész jó mérkőzést láttunk, de sajnos a mérkőzéseket gólra játsszák. Ja, wir haben zurzeit nicht die Durchschlagskraft vorne. Wir haben viele Chancen gehabt. Irgendwann muss man vielleicht auch einen machen. Und ich bin das so gewohnt, dass man auch ab und zu mal Tore erzwingen muss. Sok lehetőségünk volt, sok helyzetünk volt, nem volt sajnos megfelelő átütő erőnk elől. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy némelyik gólt, azt ki kell kényszeríteni, és sajnos gólokat kell lőni elől. Wir haben schon gegen Randerspiel zwei Punkte liegen lassen, jetzt gegen Pax wieder. Also, und ich kann das sagen, dass wir viele, viele Abschlüsse im Training machen. A haladás ellen is két pontot veszítettünk, most a Paks ellen megint, és azért mondhatom, hogy a edzések során nagyon sok olyan helyzetet, szituációt gyakorolunk, ahol a befejezést gyakoroljuk. Nagyon örülünk ennek az egy pontnak, hősiesen kivédekeztük a Fradi támadásait, és úgy érzem, hogy azért volt egy meslabdánk, amit a Haraszti Zsolt mellé emelt, sajnos. Mennyire mondható az el, hogy esetleg a Fradi rátok erőltette a játékát, viszont ti meg jól védekeztetek? Készültünk erre, hogy ők fogják többet birtokolni a labdát, lezártuk a területeket, úgy érzem, hogy ez sikerült is, és csak oldalszabadrugásból és szögletből tudtak veszélyeztetni. Nem vagyok elégedett azért a középpályás játékunkkal. Habár, ha összeadjuk kilóra, minden játékosa, egy 20-assa nehezebb volt a Fradinak, mint a mi játékosaink. Ez azért mutatkozott is a párharcoknál. És annyira nem voltunk ügyesek, hogy ezt kompenzáljuk a gyorsasággal és a ügyességgel. De mondom, végigbrusztottuk a meccset, tehát szemrehányást nem tehetek nekik, de van hova fejlődni. Ezzel, hogy ezt elérjük, gyakorlatilag több százaléknyi százalékot kéne beinvestálni, hogy előre jussunk, főleg az elején, vagy a támadásban. Sajnos ez ma nem sikerült. Standardsituationen haben auch nicht gut gespielt heute. Wir hatten sechs Spieler vorne in der Box drin und ja, immer viel zu flach gespielt und wir haben das heute Morgen nochmal extra trainiert auch, weil wir anstelle 5 heute 6 Spieler auch mit reingenommen haben, um noch mehr Power, um noch mehr Wucht zu haben. Ja. A szabaddugásoknál sem volt elég erő, ma reggel még gyakoroltuk, hogy 5 helyet, 6 játékost raktunk be középre, hogy még nagyobb átütő erőt képezzünk, sajnos ez sem jött be, nem sikerült. Nektek is azért megvoltak a lehetőségetek, ugye most hát Harasztit emeltük ki, de hát azért volt azon kívül más egy-két jó akciótok is. Igen, egy-két szép kontrát tudtunk vezetni, sajnos ebből nem tudtunk eredményesek lenni a mai napon. Tudod, a 0-0-ra játszani a Fradi pályán, az öngyilkosság. Nem, hát elkerültette az akaratát a Fradi, kevesebb támadást tudtunk, mint amihez hozzászoktunk. Ez inkább a végén realizálódott a néhány kontrával. Ennyi. Jól védekeztünk, stabilak voltunk. Ez a pozitívum a meccsnek, az egy pont. Ich denke schon, dass auch eine gewisse Qualität dazu gehört, natürlich um Tore zu machen, das ist ganz klar. Úgy gondolom, hogy természetesen ahhoz, hogy valaki gólt tudjon lőni, ahhoz egy bizonyos minőség, kvalitás is kell. Und ja, aber wir arbeiten mit den Jungs und wir geben ihnen Vertrauen und ja, sie müssen es natürlich umsetzen auf dem Platz. Und ja, es ist nicht immer nur eine Frage des Pechs, wenn man mal keine guten Aktionen hat, wenn man sich nicht durchsetzt, sondern vielleicht auch mal eine Frage des
noch mehr investieren und noch mehr Willen haben, um wirklich dann im Heimspiel auch Schiri auf deine Seite zu bringen, Freistöße rauszuholen, sich breit zu machen, Bälle zu sichern, Foulspiele rauszuholen und auch mal auf einen Elfmeter gehen. Und das machen wir nicht. Természetesen nagyon sokat dolgozunk a fiúkkal, bizalmat is helyezünk beléjük, de természetesen nekik is talán egy kicsivel többet kell befektetniük, olyan helyzeteket kell kijátszani a 11-es körül, a 16-oson belül, szabadrugásokat, esetleg meg úgy kell fellépni, hogy a bíró is inkább az ő oldalukon álljon, és itt hiányzik még egy kicsit a hozzáállásuk.